Este 8-kor zár a bolt, kedden 7:30 után 5 perccel 3 vásárló távozott éppen. Gabriela Gyurics a pénztárt zárta, kolléganője a hentes pultot mosta, amikor egy fura öltözetű, körülbelül 170 centi magas férfi lépett be. Sapka és tükrös napszemüveg volt a fején, az arcát kendővel takarta, fekete jacket és kesztyűt viselt. Rögtön tudták, hogy valami baj lesz, először nem is értették, mit mondott, mesélte rémülten a bolt alkalmazottja. I ona to samo viče kasa, kasa. I to je sve što je on rekao. Ja i kolegini smo se pogledali, presekli smo se. Ja sam krenula sa, naravno jer ključ je bio kod mene, krenula sam ka kasi. Znači tamo sam otvorila kasu i ovako mi pokazuje pištoljem da dignem taj deo plastike koji je veći APN je gore nego ovo sitno što je. Tako da se on naslonio, nije ništa dirao, kasu ili nešto, nego se naslonio na kasu. I izvadio je crvenu kesu najlonsku, gdje je strpao pare, okrenuo se i otišao. Ezután a bolt dolgozói értesítették a rendőrséget. Szemtanúk elmondása szerint a rendőrök nagyon gyorsan a helyszínre érkeztek, viszont balesetet szenvedtek a bolttal szembeni ház kerítésébe. Rohant bele a két rendőrautó. Az egyik rendőr meg is sérült, annak ellenére viszont bement a boltba, elvégezte a helyszínelést vérző fejjel, és csak utána látták el őt a kiérkező mentősök. Hivatalos közleményt sem a fegyveres rablásról, sem a balesetről nem adott ki a szabadkai rendőrség, de nem hivatalosan azt mondták, mindkét eset valóban megtörtént, és egy rendőr könnyebben megsérült. Silena udarca bila jako velika, a i zakucali su se jedan u drugog. Da li je bilo povređenih? Jedan policajac je bio povređen, pošto je došla odmah hitna, ali za dalje ne znam, jer odneli su vozilo i sve su odneli, pauke je došao i odno je oštećeno vozilo i jedno i drugo. A bolt alkalmazottai elmondták még, a rendőrség megnézte a biztonsági kamera felvételeit, azokat el is vitték. Szemtanúk szerint a tettes gyalog távozott, egyesek azt mondták, fiatalnak tűnt az elkövető. Állítólag a város felől jött, és a Bajai út vége, azaz a Tavankút felé vezető út irányába menekült.